Szép jó estét kívánok, kedves nézőink! A Fehérvári Beszélgetések mai vendége egy nagyszerű sportember, akit tisztelünk és szeretünk. Mindegy milyen sorrendben, és ráadásul nagyon teszem hozzá. Egy történetet engedjenek meg nekem. Anyám azt mondta, ha katonának megyek, tábornok lesz belőlem. Ha papnak, akkor én leszek a pápa. Ha festőművésznek, akkor én leszek Picasso. Így is történt, mondta ezt Picasso. Ezt azért mondom, mert a vendégem Nagy Attila Picasso, egy olyan Picasso, aki a kerékpár Picassoja, illetve az autófényezésé is, de az egykorom volt. Köszöntelek. Beszélgetésünk apropója pedig a világbajnoki címet. Azt hiszem, hogy nagyon jó helyre került. Erről is szó esik. Amit itt látnak majd a nézők, az természetesen a mez, a rajtszám és a hozzátartozó erekjék. Nos, Attila, vagy Picasso, van egy hozzátok kapcsolódó történetem még. Ugye a 70-es évek közepén én videóton futballista voltam, és ifi bajnokok voltunk, és így tovább, és egy portsérülés ért engem. És akkor én mindig csodálattal figyeltem, hogy a kerékpárosok ott a László Miki lakása alatt, a kis alatt folyamatosan szerelik a bringáikat, amiről mi csak álmodtunk. Én például falusi gyerek vagyok, tehát soha az életben nem láttam versenybiciklit. És egy polcműtétet követően kaptam egyet magam alá, hogy az úszás mellett fejlesszem, a térdem visszaálljon a rendes helyére, és az valami fantasztikus érzés volt. És mindig figyeltelek benneteket, meg ráadásul sportkedvelőként az eredményeket is. És azt hiszem, hogy ti legendák voltatok. Kezdjük talán onnét, hogy nagyon sok eredményt értetek el. Válogatott lettél, országos bajnokságokat nyertetek, és mégis kevés megbecsülésben volt részetek. Hogy kezdődött a pályafutásod egyáltalán? Először is köszönöm a Fehérvári TV-nek a meghívást, és hát visszatérve arra, amire ugye megkérti, hogy hát hogy is kezdődött, és hogy milyen megbecsülést. Hát nem, hát biztos sokan tudják, hogy abban a régebbi rendszerben egy kicsit másképp mentek ezek a sportágak. Ugye akkor volt egy videótonnak egy sportág, egy kerékpár, és volt egy kis hozzásegítés abban, hogy nem kellett mondjuk bemenni dolgozni. Aki elérte azt a szintet, egy válogatott szintén. Tehát gyakorlatilag nekünk a munkánk az volt a kerékpározás. Megpróbáltunk minden lehetőt csinálni, de sajnos a dolgok a kommunizmusban nem úgy jött össze, mert pestiek mindig egy kicsit lépés előnyben voltak. Tehát a vidékiek, mindenkit ugye egy kicsit elnyomás alatt álltunk, hiába nyertünk versenyeket, mindig elsők voltak a pestiek. És hát aztán múltak, jöttek a napok, egyszer csak válogatottból, hát nem fegyelmiből, vagy fegyelmivel elbocsátottak, mert nem voltam hajlandó kimenni egy olyan versenyre, amire nem akartam kimenni abból az okból, mert ugye nem vittek ki a világbajnokságra, és akkor nekem meg mondták, hogy menjek a szlovák versenyre ki. És én megmondtam, közöltem a főnökség, hogy hát vigyék ki azt az embert, a Nagy Gabit, akit kivittek helyettem a világbajnokságra, aki feladta a versenyt fél kör után. És bejelentette, hogy soha többet nem biciklizik. Legendás csapattársaid voltak itt, az asztalos, a boros fivérek. Egy csoda csapat voltatok. Mit jelentett akkor kerékpáros országos bajnoknak lenni? Hiszen mondom, mi csodáltunk téged, és csodáltuk azt a teljesítményt, amit elértetek, hiszen az országos bajnoki címek önmagukért beszélnek, és a Székesfehérvárnak nyertétek. Te magad indultál békeversenyen, válogatott lettél. Hát igen, szóval az, akit most viszem, hogy az asztalos Sándor és a többi csapattársaimmel közösen ugye próbáltuk a Fehérvárt, nem csak személyében Nagy Attila, Boros Attila, vagy Boros Pál, vagy asztalos, a személy, az, hogy a Videoton kerékpárosai legyenek az ország, szempontja, hogy mindenki ránk figyeljen. Most ezt elértük többszörösen országos viszonylatban. Tehát nekünk ez is egy olyan feldobódás volt a kerékpárba,
hogy hát mégis mi vagyunk az elsők. Tehát bármelyik versenyen indultunk, mindig mondták, ó, a Videoton itt van. Tehát nem azt mondták, hogy a Nagy Attila Boros Pali, hanem azt mondták, a Videoton itt van. És ez egy olyan fékerő volt a mezőnybe, hogy azért tartottak minden egyes alkalommal. Mennyit kellett akkor edzenetek, hiszen mi azt el sem tudjuk képzelni. A biciklik modernek voltak már, de a nagyszerű szerelőitek voltak, remek edző, és ti is egy összetartó csapat voltatok, ahogy mondtad. Hát ugye az edzés, ugye sokan mondták, mit akarunk mi, bicikli, nem kell ahhoz semmi, csak tekerni kell, ész nem. Hát egy kicsit több ész is kell, mint ugye erő is, de körülbelül az évi edzés és a verseny az 25 és 28 ezer kilométer volt abban az időben, amikor ugye profiként versenyeztük. Ma már egy kicsit lejjebb vagyunk, normálisan 10-12, ha 15 ezeret valaki megy egy ilyen amatőr szinten, az egy nagyon jó elfogadott távolság. Kell, hogy beszéljünk a becenevedről, ez egy legenda, tehát legenda vagy te magad is. Azért kezdtem úgy, ahogy, hiszen Picasso-nak lenni a kerékpár sportban is mond valamit. Hát igen, szóval hát úgy, ahogy elmítetted, tehát elsősorban az autó fényezés tudományából ragadt rám ez a becenév, mert hát mindenki tudta, hogy a Picasso ugye régebben is egy nagy csodaművész volt a korában, és hát én is abban az időben, amikor ugye kezdődtek ezek a csodafestések, hogy egy metálszint megfesteni, különböző, itt még Fehérváron nem nagyon csinálta senki. Miután én azért többször voltam kint Németországban, technológiát ellestve, kicsit dolgozgattam is, az mellett a biciklizés mellett, és így itt már itthon is megcsináltam ezeket a, hogy mondjuk, kis trükköket, és ugye mindenki mondta, hát ez Magic, hát ez a Picasso, és akkor gyakorlatilag innen indult ez a név, ez a becenév rám, aztán jött egy másik, egy sportág, ugye abban is, tehát ez az autó versenyzés, és később aztán a kerékpár után, és akkor festegettem olyan modern autókat a versenyen, hogy így akkor még nem volt divat annyira. Tehát nem ismerték fel a Zsigulit. Hát pontosan, majdnem, ezt is lehetne így fogalmazni, de szóval így aztán még jobban fokozódott ez a név, hogy Picasso. És az autóversenyzésben is nagyon jó voltál. Hát igen, aztán amikor a kerékpár egy kicsit hanyatlásba esett, ugye a felső vezetés, tehát nem a Videoton, hanem a szövetség felső vezetésében kis összetűzés jött, akkor egy kicsit lejjebb kerültem a kerékpárból, de ugyanúgy még versenyeztem, még magyar bajnok is lettem utána, csak már válogatott szinten azt mondták, hogy én személy szerint nem vagyok hajlandó végrehajtani. Igen, mert hát egy kicsit úgy éreztem, hogy becsaptak akkor. Tehát én többször készültem egy olyan nagy, mindig egy világbajnoki versenyekre, és a végén mindig valaki helyettem bekerült. Nem azért, mert annyival jobb volt, mint én, mert más juttatásokhoz tudtak. Igen, hát ez a budapesti vízfej, ez sajnos jellemző volt arra az időszakra, mindenféle sportban. Minden sportágban, igen. Mikor érlelődött meg neked a döntés? Mert azért egy nagyon-nagyon komoly döntés, ha valaki sikeres a szakmájában, sikeres a választott sportágaiban, teszem hozzá, hogy egyefene, itt hagyok mindent, és elindulok, és szerencsét próbálok. Igen, ez egy nagy vízválasztó volt az embernek az életében 30 évesen, amikor már ilyen 5 éves lányom van, és volt egy egzisztenciális munka folyamat, ugye visszatérve, egy hírnév, jó befutott műhelyen volt, tehát mindenki igazán szerette, hogyha én javítottam meg az autójukat, meg ne. És mégis volt egy választás a végén, amikor egyik napról másik napra eldöntöttem, hogy igenis, talán a külső határokon kívül egy nagyobb szerencsét. Tehát először is irány Ausztria. Hát igen, ugye az a tipikus első lépcső volt az Ausztria, ahol 6 hónapig voltunk. Hát akkor már nem volt ez a láger rendszer, kivittek bennünket hotelba, és akkor döntöttük el, hogy igazán Ausztráliában legyünk.
ott befogadtak bennünket, mind politikai menekült státuszként. Azaz abban járt, hogy tehát ingyen kivittek bennünket, transport, ott vártak szállással, sőt, ugye kaptuk az első fizetési juttatást, ami gyakorlatilag egy megélhetést 100%-osan biztosított. Hogy fogtál hozzá az új életedhez? Hiszen Perthben, Perthről mi annyit tudunk, tudjuk, hogy hol van, emlékszünk az úszó VB-re, hiszen Darni Tomiék fantasztikus világcsúcsot úszott, és így tovább, de el sem tudjuk képzelni, hogy egy más földrész, egy teljesen más kultúrában, miként boldogul Nagy Attila például, de hát így történt, mert hogy igen, te sikeres hát lettél. Sokan kérdezték utána, amikor visszajöttem, hogy hogy mertél belevágni egy családdal, ugye, és hát mondjuk a nyelvtudás nélkül, mert ugye akkor még egy angol nyelvtudás nem volt elterjedve Európába annyira, miután mindenki tudja, hogy általános iskola, meg utána egy orosz nyelv volt kötelező. Hát igen, egy kicsit nehézkes volt az első pár hónap, de miután nekem a szakmám nem nyelvhez volt kötve, azonnal el tudtam helyezkedni egy német úgynevezett, tehát német autókat javító BMW, Mercedeseket javító cégnél, ahol sajnos nem nagyon az emberek tömegében mind német tudásra rendelkeztek, mert mindenki egy bevándorló volt ugyanúgy, mint én. Mert ugyanis a tulajdonos is német volt, és meglepetésemre, mondom, milyen jó, hogy gyakorolhatom továbbra is egy német tudásomat. Így kezdődött igazán ott az én életem. Egy évig dolgoztam a cégnél, mikor rájöttem, hogy már tudok magamnak, önállóknak is dolgozni, és akkor kezdtem egy műhelyt bérelni, és azóta folyamatosan saját magamnak dolgoztam. Ugye 1985-öt írunk, a állampolgárságot igen nyertél, az azt hittem, hogy még inkább megkönnyítette a dolgod, és ráadásul tehát az a készséged, a mosolygós szemed, a beilleszkedéshez való affinitásod, az nyilván nem változott. Hát, kösz szépen, hogy így látod. Szóval igen, az állampolgárság után már egy kicsivel annyival volt könnyebb, hogy tehát hitelképes lett az ember olyan értelemben, hogy akkor már látta a bank, hogy tudtunk venni egy házat, nem volt probléma kölcsön, mert ugye, aki mondjuk nem volt akkor még állampolgári státuszában, akkor nehezebben lehetett egy ilyen banki kölcsönhöz hozzájutni. Mert ugye azt mondta a bank, hogy nincs rá háttér. Tehát ugye nem tudjuk, hogy te ki vagy pontosan. Mikor vettél biciklit először? Hát a biciklit azt el is vittem. Azt el? Igen, igen. Tehát az, hát van egy szlogenom, ami mindig mondták, hogy Picasso, az autótod adnád? Igen. De a biciklit nem. Mindent viettek. A biciklimet nem. Tehát elvitted a biciklit. Azt a biciklit, azt még Ausztriába vettem, igazán, amikor kimentünk. Ott vettem egy Benotto nevezetű biciklit, és azt ki is vittem Ausztriába. Abba versenyeztem ott talán 2-3 évig. Azok helyi versenyek voltak elsősorban? Igen, igen, ott egy helyi versenyek. Hát nem sokáig kellett úgy, hogy mondjam, szégyenkezni ott a klubba, aki ugye engem, jelentkeztem ott, hogy szeretnék kerékpározni, honnan jöttem, hát Európa, meg Magyarország, innen, és akkor mondták, jó, akkor induljak el, és akkor talán most nem emlékszem pontosan, második, harmadik verseny alkalmával meg is nyertem egyet, és úgy kezdtek úgy felfigyelni jobban rám. Na most akkor még volt külön egy amatőrklub, és volt akkor még egy professzionális licenc rendelkező klub ott Perthben, és akkor ez a profession licenccel rendelkező klub elcsábított, hogy menjek oda hozzájuk kerékpározni, mert ott azért jobban szerették a top riderokat. És akkor így kerültem oda a klubba, évekig ott bringáztam. Hát egy kicsit kisebb trofim van egy pályaversenyen, egy 8 kilométeres üldöző versenyen nyertem. Tehát a profession kerékpáros licenc pályafutásom egyik legnagyobb eredménye ott Ausztráliában, egy 8 kilométeres pályaversenyen. És soha nem hagytad abba a kerékpárt. Nem. Tehát még az átmeneti időszakban is biciklisztél és edzettél.
melyik volt az első pillanat, amikor már tudtad, hogy majd valamikor haza lehet jönni, és itthon folytatod? Egyáltalán, mert számtalan olyan ismerősöm van, aki hazát vált, és eszük ágában nincs hazajönni. Benned ott volt a tüske, hogy igenis hazajövök egy kicsit, majd amint tehetem? Igen, szóval... Ha nem is feltétlenül biciklisként. Igen, igen, de hát mindenki tudta az időben, hogy 5 évig nem jöhettünk haza a büntetés, mert ugye mindenkinek valahol a kis könyvébe be volt írva, amit soha nem láttunk, meg nem kaptunk, ugye csak itteni tárgyalás után, mert amikor mi elmentünk, ugye akkor kommunizmus, minden, tehát mindenki kapott egy 5 éves eltiltást. Tehát 5 éven belül, ha hazajöttünk volna, akkor le kellett volna töltenem azt a 8 hónap büntetést. Hónapot, igen. Na most ugye megvártuk ezt az 5 év, 6 év, és ugye akkor haza is jöttünk. Meg egyébként is jött a rendszerváltás. Még az előtt volt azért, mert ugye 81-ben mentünk el, és akkor 86-87-ben hazajöttem, ugye akkor még itt a Videótonban ment a jó kerékpáros élet. Én ugye akkor pont egy életerő 30x évesen hazajöttem, mert ugye ott kint elég jó versenyeztem Ausztráliába, és mindenki mondta, hogy hát miért nem indulok el a Videótonnal egy versenyen. Tehát ilyen meghívott versenyzőként. Hát úgy is volt, elindultunk, bevettek itt a fehérvári csapat összeállításba, és ugye én próbáltam az én tudásomat segíteni a többieknek. Hát ugye név szerint, aki volt, ugye most már szegény, ő sincs a sorunkba, a Rózsegyi, ugye a Sebestyén László, és ezek akkor ilyen fiatal, nagyon jó versenyzők, és ezekkel próbáltam összehozni. És hát olyan jó sikeres volt az egész, hogy több versenyen olyan eredménnyel tudtam nekik segíteni, hogy meg is nyerték. Tehát fehérvári befutó, akkor még az országalmánál be lehetett jönni, első 3 Videóton. Egy nemzetközi verseny, ahol németek, csehek, szlovákok is részt vettek, és addig taktikáztam a dolgokkal, hogy a végén az első 3 mégiscsak egy Videótonos volt, és akkor szóval látták, hogy van eszmei segítség, tehát nem csak fizikai, tehát ahogy most mondják, hogy a Tour de France-on is hány segítsége van a Froome-nak, és hogy még mindig van egy segítő, mindig, tehát gyakorlatilag én is itt segítettem, próbáltam energikusan is, de tehát a technikai dolgokat azért próbáltam irányítani, és megfogadták a tanácsomat, és ezáltal így több versenyt. Tehát tulajdonképpen egy másodpercre se hagytad abba a kerékpárt, a versenyszerű kerékpárt. Amikor eljött az ideje, mert eljött az ideje, akkor egyből szenyor lettél. Azt tudtad, hogy folyamatosan mindig versenyezni fogsz? Vagy volt olyan, hogy inkább dolgoztál, és akkor hobbi lett a kerékpár? Hát igen, ez egy időben volt, amikor volt egy kis családi váltás, tehát ahol első volt egy új felépítés. Tehát ugye új házépítkezés, új család összevarázsolás. Egy kicsit ott gyengébb volt, de ez csak egy pár évig tartott. És utána már jobb volt a helyzetem, többet tudtam tréningezni, és akkor ez így kezdődött újra felépülni. Tehát ez a 2000-es évek után jött ez így fölfele. Tehát az új évezredben Nagy Attila Picasso neki durálta magát, hála Istennek. Ha ez nem így történt volna, akkor most nem beszélgetnénk. Igen, akkor mert hogy ugye folyamatosan sikerek kísérték a szenior pályafutásodat is. Igen, hát ott Ausztráliában nyertem ugye szintén ezt a master kategóriát, a szeniorba, Ausztrál bajnokságot. Ott megnyertem mind a két, tehát ugyanúgy van kritérium verseny összetett, van országút és van az egyenként indítás. Hát én az egyenkénti nem indultam, csak a kritériumon és az országúton, és mind a kettőt meg sikerült nyerni 2009, valahogy ebbe az időt, már annyira nem is tudom, tehát úgy jön, hogy 2009 vagy 10-ben nyertem meg ott Ausztráliában. Kritérium vagy országút? Ugye most említetted, mind a kettőben otthon voltál és sikeres. Igen, igen. Ezek melyik a jó? Hát ugye, aki ismeri a sportágat, a kritérium az egy gyorsabb, rövidebb táv. Igen. Igazán nem kell akkor állóképesség, mint egy országút. Tehát tréningezés időszakában is elég egy óra tréning.
mi az országúthoz 3 és 4 óra tréninkkel. Most egy átlag, egy ilyen senior master kategória, az 80 km és 100 km-es táv között van. Tehát ehhez is, hogy állóképes legyen, jó, az minimum 3 és 4 óra edzés. Egy héten legalább 4-szer. Igen, tehát ez az idő is. Hát ez az idő is, mert mire az ember csak azt mondja, hogy elindulok, felkészültem, kimentem a kapun, végighajtod azt a körpályát, hazaérsz minden, az sajnos délután 2-től 4, 5, 6, mire befejezted. Már pedig másként nem megy, ugye, mert egyrészt a múltad is kötelez, másrészt pedig kellően hiú, én tudom, a bajnok típusú ember az hiú arra, hogy ha már voltam első, vagy dobogón voltam jószerivel mindig, akkor nem szívesen vagyok a vert mezőnyben. Igen, szóval ez igazad van, mert ugye én is mindig próbáltam a legjobbat tenni, már amikor a legrosszabb formám is volt, akkor is oda próbáltam jutni az elsők közé. De ha meg jó formám volt, akkor megpróbáltam nyerni. Hát ez úgy, ahogy mondod, aki már egyszer meg, hogy mondjam, éreztette magába ezeket a lehetőséget, hogy lehetek jobb is, akkor próbál még többet tréningezni, még jobban odafigyelni. Hát ugye nem beszélve arról, hogy tehát ugye az étkezési szokásokat, vagy azokat a rendeket azért próbáltam betartani. Tehát ilyen értelemben tudatosan élsz? Hát is. Szóval nem vagyok annyira, hogy most vegetáriánus, világos vagy csak, de hát a mennyiség határozza meg nyilvánvalóan az embernek a súlyát. Tehát ideális súlyban vagy most? Igen, 72,5 kilóval mentem a világbajnokságra, ahogy eddig is, ez a súlycsoportban éreztem mindig azt, hogy ott vagyok a súlyomnál, tehát a legjobb erőben vagyok. Mikor döntöttél úgy, hogy ezentúl hazajársz, és nekünk, fehérváriaknak nyered a versenyeket sorban? Hát, gyakorlatilag eldönteni örök életembe visszajártam minden nyáron, tehát hogy mondjam, egy 30 éves múltról beszélve minden nyáron 2 hónapig itthon voltam. Miután mindenki tudja, Ausztrália déli félteke, ott mindig a nagy hideg térről beszélek én, és akkor reggel van 6 fok, napközben 14, tehát ez ott a tél. De esik az eső, fúj a szél, nem igazán jó kerékpáros idő. Meg a másik, azért a baráti kör Magyarország Fehérvárhoz köt, itt meg azért mindig nyár van, lehet menni jó, és a versenyszezon itt van. Most ilyenkor télen Ausztráliában nincs versenyszezon, most kezdődik, mikor szeptemberben most visszamegyek. És akkor egész májusig tart. Tehát folyamatosan versenyzel. Igen. No, akkor rövidesen jön már a világbajnokság, de nekünk, fehérváriaknak a világbajnokságig vezető út az Kincsesbányától indul. Ugyanis én van szerencsém, hiszen van 2 elvarázsolt, nagyon kedves kollégám, akik a kerékpározás szerelmesei, elsősorban Bauer Tibiről beszélek, aki elcsábított engem Kincsesbányára. Hála Istennek teszem hozzá, mert egyrészt, hogy nagyon jól szórakoztam, és egy kiváló társaságot ismertem meg, és akkor figyeltem fel arra, hogy igazából én a töpörtyüket nézem, és a szenyor csapatot. Mert a szenyorokat ismerem hírből, a töpörtyükből pedig még bármi lehet. No, akkor beszéljünk Kincsesbányáról, hiszen esztendők óta az a verseny az, mint most az idén is, ami a nagy megmérettetés előre tulajdonképpen egy felkészülés. Milyen az a Kincsesbányai verseny? Hát ugye ez 2 részből tevődik össze, a Kincsesbányai verseny sorozat, tehát elsősorban van a töpörtyüktől a középosztályig, ami egy nyílt versenysorozat. És hát a második rész az 50 évtől az úgynevezett, mert 40 évig van ez a nyílt verseny a fiatalok részére, és van az 50 évtől fölfele 10 éves kategóriánként ez a senior master kategória, ami abból alakult ki, hogy volt versenyzőtársunk Asztalos Sándor, 10 éve meghalt, és ennek az emlékére alakítottuk ezt az első master senior bajnokságot. Mert ugye az 50 éves időszakában történt, és erre egy gyönyörű, szép
ilyen vendég trofit alakítottunk, aki megnyeri azt az 50-es kategóriába, annak minden évben bent a neve a nyerőnek. Nyertél. Hát négyszer sikerült megnyernem. Igen. És tehát gyakorlatilag innent van az a versenynek a tömegszervezése is, hogy a Master kategóriá minél több induló van, mert minden, hogy mondjam, tehát több ember szeretné elérni azt, hogy a neve fölkerüljön arra a kis plaketra. Tehát az idén 34 induló indult az 50-es korcsoportban. No, és akkor menjünk el a világbajnokságra. Jussunk el a 252-es rajtszámig. A kupáig sokkal nehezebb volt. A rajtszám az egyértelmű. Milyen terveid voltak, amikor megláttad a terepet, és akkor már gondolom, hogy tudtad, hogy mi vár rád? Hát én ezen a pályán már ugye nem először versenyzek. 2 nappal mentem ki előtte a verseny előtt. Hát ugye fáraszt út, mert 550 kilométer innen Fehérvárról, tehát ne egy nappal menjek előbb, 2 nappal ki, tréningeztem mind a 2 napon, felmértem a szélviszonyokat, hát a legfontosabb is az időjárás, miután ez Tirolban van, ott minden nap változik az idő. Nagyon nagy szerencsénkre kifogtam azt az időszakot, amikor éreztem, hogy ez már pont az én jó meleg időm, nagyon párás meleg volt a levegő. Én nekem ugye ez most nem volt annyira furcsa az ausztrál időhöz, és szerencse. Szóval olyan értelemben, hogy az időjárás jó, a szélviszony jó volt, és az összetéve, tehát az én energika... Most cáfollak ám, mert szerencséje csak a felkészült embernek van, bármilyen sportágat nézünk. Igen, miután technikai sport, nekem már volt 3 év ezelőtt egy kerékhibával a második körbe ki kellett állnom. Na most visszatérve arra, amikor már megsikerült ez a szökésem az első kör végén, ugyanis ez egy 2 körös ugyanazon a pályán kell visszajönni, és 2 kör teszünk meg. És az első kör végén megsikerült a szökés. Na innentől kezdve 2 üldöztek igazán, egy holland, egy német, lengyel, és utána jött a maga mezőny. Hát elsősorban nagy egy nyomás volt rajtam, hogy meddig bírom tartani ezt az előnyt. Hát bíztam abban, hogy a hegyig, ha nem fognak meg, akkor gondoltam, hogy most amilyen jó formában vagyok, a hegyen biztos, hogy nem tudnak, mert egy kicsivel jobb tempó van, vagyok majdnem még a hegyen mai napig is, mint a laposon. Hát így is történt, a hegy után már a motoros kísérő mondta, hogy 1 perc 20 másodpercen van. Tehát innen már csak az jutott az eszembe, hogy csak talán úgy tudnám veszteni, ha kilukadok, vagy a technikai csoda, ördög, a bicikli, meg valami történik. És akkor már amikor már az utolsó 10 kilométernél voltam, akkor már úgy a szemembe csillogott ennek a serlegnek a színe. Gyönyörűséges, csilloghat is. Hát a másik meg, hogy a nemzeti színű magyar kis zászlónkat felvonták, himnusz, az eredményhirdetésnél. Tehát ez jutott az utolsó 2 kilométerben már csak. Igen. Hát ilyenkor elérzékenyül az ember fia, ha erre gondol, hogy a sok munka lámlán megéri, és akkor én ott vagyok a világ tetején. Hát igen, igen, ez nekem is ugyanez volt bennem. Hát ugyanúgy, ahogy mondod, elérzékenyül az ember, aki ezt meghallja. Ha csak a himnusz bárhol is hallja az ember, attól is egy pillanatra, hogy magába száll, de egy ilyen esetnél, amikor te vagy a legjobb, te vagy az első, az egy kicsit más érzés. Hát köszönjük neked. Hogy ünnepeltél? Hát ott Ausztriában ugye egy napot még utána ott voltunk. Hát megmondom őszintén, 1-2 sör mellett, 1 üveg pezsgő vacsora után. És hazajöttem, telefonáltam, itt vártak a sporttársak, és hatalmas péntek esti. Most is vannak itt veled, mert hogy ők mindig veled vannak. Hát ugye? Igen, igen, és már... Igazából kint is veled vannak. Hát kint is velem voltak, mert ugye amikor befejeztem a versenyzést, telefonáltam azonnal, hogy gyerekek, topban vagyok, már mindenki jó, nagy ovációt, Péki, te vagy a legjobb, kösz, mindent tetti, értünk, és mondták, hogy azonnal gyere, várunk, és akkor itt nagy ünnepség volt, 2 napon keresztül, péntek, szombat.
Hát most nem sokáig vagy már itthon. Otthonról hazamegy. Nehéz ilyenkor. Hát igen, ezt úgy szoktam mondani, hogy hazamegyek, vagy nem is tudom, mert amikor ott vagyok, akkor meg azt mondom, hazajövök. Szóval igen, ez egy elég furcsa dolog, hogy itthon vagyok, vagy otthon vagyok. Szóval igen, sajnos jövő héten már vissza kell, hogy utazzam. És hogy készülsz, mire készülsz? Hát most jelen pillanatban most lesz egy ausztrál, úgynevezett szintén egy ilyen bajnokság november végén. Tehát megpróbálom most ezt az tehát a formámat időzíteni az ausztrál versenysorozatra. Tehát az november 10 valamikor lesz azon a közepén. Az új kategóriádban fiatal vagy, és munkára kész. Én azt gondolom, hogy még számtalan siker vár rád. Én köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Gratulálok még egyszer a címekhez. Jó helyre került ez az elismerés. És hát igen, neked is köszönhetően örülök, hogy jó Fehérvárnak, Fehérvári nap. Én is köszönöm megint a meghívást. Én abba bízom, hogy a sportársak, tehát nem a fehérváriak, hanem az ország ugyanilyen master kategóriás versenyzők talán most egy nagyobb ambíciót kapnak, mert most nem csak Fehérvári TV-ben van egy riport, tehát az országos kerékpáros műsorba is le fog menni egy ilyen műsor, ahol látja mindenki. Tehát én szerintem egy újabb időszak fog jönni a kerékpárba, legalábbis a master, de lehet, hogy a fiataloknak is egy nagyobb feldobódás lesz, hogy igen, gyerekek, el lehet jutni bármelyik időszakban egy ilyen világbajnoki első dobogósájra. Mindenki lehet Picasso, csak kell hozzá munka, és persze ecset. Hát igen. Köszönöm szépen. Én is köszönöm még egyszer. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Nagy Attila Picasso volt, aki a kerékpáros Masters versenyen a székesfehérvári a magyar színeknek szerzett első helyezést, legnagyobb örömünkre. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Hajrá Picasso, viszontlátásra!